Valamikor réges-régen az árnyékok is színesek voltak. Az embereknek nem kellett tükörbe tekinteniük, ha meg akarták nézni magukat. Elég volt rápillantaniuk az utca kövére, vagy a ház falára, és rögtön látták, hogy csálénál a kalapjuk, vagy leszakadt a kabátaljuk. Nem volt közöttük két egyforma, mint ahogy az emberek világában sem akad ilyen. Ha az emberek megálltak, hogy elbeszélgessenek, az árnyékok is szóba legyettek egymással. Hallottátok, mi történt a szalott rottkockás fickóval? És nem tudjátok, mi lehet a piros sapkással? Olyan régen van. És a fekete mosva vicces nadrágjából? Talán örökre így is maradt volna, ha egy napon a kisfiú árnyéka azt nem gondolja magában. Miért kell nekem folyton az ember nyomában járni? Miért nem mehetek oda, ahová én akarok? Unom már, hogy az ő ritmusára kell lépnem, az ő mozdulatára kell emelnem a karom. Akkor kell felkelnem, amikor ő ki kell az ágyból, és csak akkor aludhatok el, ha ő már álomra hajtotta a fejét. Elég volt ebből! Árnyék még aznap elmondta bánatát a többieknek. Az árnyékok sugdolózni kezdtek egymás között. Mi nem akarjuk többé követni az embereket! Így hát azon kezdték törni árnyékfejüket, hogyan szabadulhatnának meg tőlük. A kisfiú árnyéka azt teszelte ki, hogy délben, amikor a legkisebbre kell zsugorodniuk, töpörödjenek kicsire, és ne kezdjenek növekedni, amikor a nap tovább ül az égen. Nem, ez nem jó, mert akkor kicsit maradunk! Ezen az árnyékok jót nevettek, és már sorolták is ki, milyen áruhába bújna legszívesebben. Én táskanna leszek! Én füles kosár! Én pintaszék! Én pedig vitorlás hajó! De egyiknek sem sikerült, hiába próbálgatták. Tudjátok mi? Szólalt meg akkor a rabló árnyéka. Már nem tudta a mondatot, mert a rabló futásra kerett. Nagy volt az izgalom. Nagy volt az izgalom azon az estén az árnyékok között. A kislány árnyéka annyira izgatott volt, hogy elfelejtette utánozni a kislány komozás közben. A táncosnő árnyéka mindent összekevert. Ha a táncosnő a bal kezét emelte, ő a jobbot tette fel. Ha a jobb lábát lendítette, neki a balja lendült. Szerencsére senki sem vette észre a tévedéseket. Aztán eljött az éjszaka. Az emberek nyugovóra tértek. Az árnyékok búcsú nélkül hagyták ott az embereket, és boldogan gyülekeztek a tisztáson. Arról álmodoztak, milyen jó lesz majd ezentúl azt csinálni, amihez kedvük van. Az éjszaka után eljött a reggel is. Fölkelt a nap, ébredeztek a színek is. De hiába jött szemét dörzsögetve a piros, ásítozva a zöld, államhirtelen a világos kék, az erdő közepét nem tudták belegyogni. Hol a zsákban? Nekem is eltűnt! Megszöktem! Hová hívettem? Ott, az erdő közepén 100 meg 100 fekete alak kuporgott. Ott kuporgott az egész árnyékvilág. Abban a pillanatban, hogy leváltak az emberről, elveszítették színeiket, kockáikat, pöttyeiket meg csíkjaikat, és egyformák lettek valamennyien. Bánták már a szökést, és szerettek volna visszafordulni,
de nem találták a visszafelé vezető utat. Az emberek a keresésükre indultak. De attól kezdve az árnyékok nem láthatták többé az emberben magukat, és az ember sem láthatta magát bennük.